Hello, sziasztok, és csodálatosan szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám, szerdai napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Frici! Nosztori autós pihenő és hideg kút között valahol a Zöldkereszt túra útvonalon. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én még mindig itt vagyok a Zöldkereszt túra útvonalon, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó lesz, tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És én hamarosan folytatom a sétámat arra felé, tehát abba az irányba haladok a továbbiakban, tehát abba az irányba fogom folytatni az én kis sétámat, hiszen az ezt megelőző videómat konkrétan ezen a helyszínen fejeztem be, ahonnan ezt a videót indítottam el. Tulajdonképpen ez a videó az ezt megelőző videóknak a folytatása, tehát feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor én a további abban arra felé folytatom a sétámat, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek konkrétan, hogy az ezt megelőző videómban honnan is érkeztem, ez következik most. Tehát az ezt megelőző videómban én abból az irányból érkeztem, tehát onnan érkeztem, arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark az arra felé van, és konkrétan ezt az egész sétát tulajdonképpen a Nosztori autós pihenőből indítottam el, illetve a Nosztori kalandpark mellől, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy konkrétan miről is dumálok. Tehát az ezt megelőző videómban onnan jöttem, de ahogy mondottam az előzőjekben, nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. Tehát onnan jöttem, így hát a továbbiakban én nem arra felé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat, itt a Zöldkereszt túraútvonalon, abba az irányba, arra felé van a Hidegkút, és egészen Hidegkútig fogok elsétálni ezen a szerdai napon. Tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És akkor folytatom tovább a sétámat arra felé, tartsatok velem. És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tulajdonképpen a sétámat, méghozzá azt a sétámat folytatom konkrétan, amit én a ezt megelőző videóimban kezdtem el. Tehát igen, ezt a sétát az ezt megelőző videóimban kezdtem el, így hát feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább, itt a Zöldkereszt túra útvonalon, Hidegkút irányába tulajdonképpen, mert konkrétan Hidegkút irányába haladok, mert valójában Hidegkút felé haladok éppen, és a mai napon talán el is fogok jutni Hidegkútig, mert el fogok jutni szerintem a mai napon odáig, és akkor valójában egy régebbi adósságomat fogom törleszteni konkrétan, mert ugye ezt a sétát már egy kis ideje már halogattam, mert tényleg halogattam már ezt a sétát, sőt, két alkalommal bele is kezdtem tulajdonképpen, mert tényleg két alkalommal bele is kezdtem, csak akkor éppen a Nosztori kalandparkig jutottam csak el, mindkét alkalommal. Ugye ez volt az a videó, azok a videók, amikor egyik alkalommal lovasról indultam el, és ugye elsétáltam a Nosztori autós pihenőig, illetve a Nosztori kalandparkig. Ez volt az egyik alkalom, amikor elkezdtem ezt a sétát. A másik alkalom pedig az akkor volt, amikor elindultam Felsőőrsről,
Tehát akkor felsősről indultam el a második alkalommal, és akkor is csak a Nosztori autós pihenőig jutottam el, illetve a Nosztori kalandparkig jutottam el akkor is. Tehát valójában már két alkalommal is bele akartam vágni ebbe az útba, ebbe a sétába, mert én már két alkalommal is bele akartam én ebbe vágni, ebbe az egész sétába, csak hát aztán mindig csak a Nosztori autós pihenőig jutottam el, mindkét alkalommal, ahonnan tulajdonképpen ezt a sétát indítottam el, mert ezt a sétát meg onnan indítottam el, ahol azt a kettőt befejeztem, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok, mert akkor fogjátok tudni, hogy miről is dumálok, hogyha megnézitek az ezt megelőző videókat is, meg ha megnézitek azokat a videókat is, amiket ugye egy kicsit régebben készítettem, úgy egy hónapja körülbelül, egy hónapja, másfél hónapja, valahogy így, igen, nagyjából így készültek azok a videók, de nézzétek meg azokat a videókat is. Köszönöm szépen, hiszen azok a videók már fönn vannak a csatornán, és meg tudjátok őket nézni. És most tulajdonképpen azt a két sétát folytatom ebben a sétával, amit ebben a videóban láttok, meg az ezt megelőző videókban is láthattatok. És akkor szépen haladok tovább. És akkor mindjárt mutatom is nektek, hogy bizony-bizony én itt vagyok a Zöldkeresztúra útvonalon. Én a továbbiabban arra felé fogok haladni, mert arra felé van hidegkút. És akkor mindjárt mutatom. Itt vagyok ugye a Zöldkeresztúra útvonalon, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye, már az ezt megelőző videóimban is ezen a Zöldkereszt túraútvonalon sétáltam, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. De ugyanakkor itt látható a Piroskereszt túraútvonalnak is a teljesen egyértelmű jelzése. Erről a Piroskereszt túraútvonalról természetesen én már a korábbiabban készítettem videókat, tehát nézzétek meg azokat a videókat is, amiket én sokkal a korábban ezen a bizonyos piros keresztúra útvonalon készítettem. Most jelen esetben itt vagyok a zöld keresztúra útvonalon, és erről a zöld keresztúra útvonalról is tulajdonképpen van már videó a csatornámon, mert van, tehát erről is van már videó a csatornámon, tehát nézzétek meg azokat a videókat is, csak akkor éppen más volt az úti célom, nem pedig az, ami most. Na, szóval akkor itt van ugye a Zöldkeresztúra útvonal, ugye én az ezt megelőző videóimban is már ezen a Zöldkeresztúra útvonalon sétáltam, és becsatlakozott hozzánk, mellénk a Piroskereszt túra útvonal is, ami majd nem sokára ki is fog ágazni, és ez a Piroskereszt túra útvonal halad majd a Koloska-völgy felé, illetve a Koloska-forrás felé fog haladni ez a Piroskereszt túra útvonal, míg ez a Zöldkereszt túraútvonal tulajdonképpen a Zöldsáv túraútvonalból ágazik ki, méghozzá abból a Zöldsáv túraútvonalból, ami konkrétan Balatonfüred és Hidegkút közt halad, és halad egészen a Nosztori autós pihenőig, illetve kalandparkig, ez a bizonyos Zöldkereszt túraútvonal, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább ezen a bizonyos Zöldkeresztúra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor haladok tovább arra felé. És akkor folytatom is tovább az én kis sétámat ezen a bizonyos Zöldkeresztúra útvonalon. Hát ez a Zöldkeresztúra útvonal, ahogy mondottam, ugye bele fog torkolódni a zöld sáv túraútvonalba, méghozzá abba a zöld sáv túraútvonalba fog beletorkolódni, ami tulajdonképpen Balatonfüred és Hidegkút között található, mert Balatonfüred és Hidegkút között van a zöld sáv túraútvonal, és ez a
zöldkereszt túraútvonal tulajdonképpen abba torkolódik bele. És akkor szépen haladok tovább ebből a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok. És akkor folytatom tovább. És akkor szépen haladok tovább Hidegkút irányába. Hát a mai napon el kell jussak Hidegkútig, mert tényleg el kéne jutnom Hidegkútig ezen a szerdai napon, mert tényleg el kéne jutnom odáig, és majd onnan szépen busszal visszamegyek majd Veszprém városába, vagy éppen tovább Balatonfüred felé. Ezt még nem tudom, attól függ, melyik irányba fog előbb busz menni. Na, jányok és fiúk, és akkor itt jön a elágazás, ahol a piros kereszt túraútvonal ki fog ágazni a zöld kereszt túraútvonalból. Tehát itt jön majd mindjárt az elágazás, pillanatokon belül. Mert pillanatokon belül fog jönni az elágazás. Mert itt lesz mindjárt. Mindjárt oda is érünk az elágazáshoz. Ahogy látható ezen a felvételen. És igen, itt ágazik ki a piros kereszt túraútvonal a zöld kereszt túraútvonalból. Tehát ezen a ponton ágazik ki. Ugye mi tovább arrafelé fogunk haladni, tehát én a továbbiabban arrafelé fogom folytatni a sétámat, mert arrafelé van Hidegkút, tehát abba az irányba van Hidegkút, és én abba az irányba fogom folytatni a sétámat, és akkor itt ágazik ki tulajdonképpen a piros kereszt túraútvonal arrafelé, tehát arrafelé halad a piros kereszt túraútvonal egészen a Koloska völgyig, illetve a Koloska forrásig, ahol beletorkolódik a piros sáv túraútvonalba, mert a piros sáv túraútvonalba torkolódik bele a piros kereszt túraútvonal, méghozzá a Koloska forrásnál, illetve a Koloska völgyben. Tehát arrafelé van a Koloska forrás, illetve a Koloska völgy is konkrétan arrafelé van. Na meg ugye természetesen Balatonfüred is arra van, tehát abba az irányba van Balatonfüred, tehát Koloska völgy, tehát Koloska völgy, Koloska forrás, Balatonfüred, az konkrétan abba az irányba van, és abba az irányba halad a piros kereszt túraútvonal, tehát arrafelé, tehát abba az irányba, és akkor én mutatom, hogy én honnan jövök. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, arrafelé van a Nosztori Kalandpark, ugye ezt a sétát onnan indítottam el, a Nosztori Kalandpark mellől, illetve a Nosztori autós pihenőből, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok konkrétan tudni, hogy miről is dumálok. Tehát onnan jövök, én abból az irányból jövök, így hát a továbbiabban nem arrafelé fogok haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat a zöld kereszt túraútvonalon Hidegkút irányába. Méghozzá arrafelé folytatom az én kis sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is. És akkor én már haladok is tovább. Nos, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis sétámat itt a zöld kereszt túraútvonalon Hidegkút irányába, mert ugye Hidegkút irányába sétálok, és ugye a mai úti célom az valójában ugye Hidegkút, tehát Hidegkút a mai úti célom, tehát hogy Hidegkútig kell a mai napon elsétáljak, és majd ott majd szépen buszra ülök, és visszautazok busszal Veszprém városába, vagy éppen Balatonfüred városába, még ezt nem tudom. Na, a lényeg az az, lányok és fiúk, hogy én szépen haladok tovább ezzel a sétával természetesen, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor folytatom tovább a én kis sétámat. És ugye itt vagyok ugye a zöld kereszt túraútvonalon, és ugye még egy jó darabon ezen a zöld kereszt túraútvonalon fogok sétálni, még jó darabig.
mindaddig, amíg bele nem torkolódik a zöld sáv túraútvonalba, méghozzá abba a zöld sáv túraútvonalba, ami konkrétan Balatonfüred és Hidegkút között található. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat tulajdonképpen Hidegkút felé, mert valójában Hidegkút felé haladok. Hát a mai úti célom az konkrétan a Hidegkút, tehát Hidegkútig fogok a mai napon elsétálni, és majd ott fogom lezárni ezt a sétát, mikor majd megérkezek Hidegkútra. Hát eléggé régen jártam már Hidegkúton, még valamikor még tavasszal jártam Hidegkúton, azóta nem nagyon jártam ottan. Pedig már kétszer is nekilódultam, hogy elsétálok Hidegkútig, ugye? Mert kétszer is nekilódultam. Ugye egyik alkalommal akkor, amikor ugye lovastól elsétáltam a Nosztori autós pihenőig, az volt az egyik alkalom. A másik alkalom meg az volt, amikor Felsőőrstől sétáltam el, ugyancsak a Nosztori autós pihenőig, ahonnan tulajdonképpen ezt a sétát indítottam el. De nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy miről is dumálok tulajdonképpen. Tehát nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor meg fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok. És természetesen nézzétek meg azokat a videókat is, amiket ugye, amikor első, illetve második alkalommal is nekilódultam ugyanennek az útvonalnak. Hát ez a harmadik alkalom, csak most ebben a harmadik alkalommal tulajdonképpen el is fogok sétálni Hidegkútig. Tehát ez a harmadik alkalom, és ezzel a harmadik alkalommal tulajdonképpen el is fogok jutni Hidegkútig, ha már az első két alkalommal csak nekilódultam, és nem jutottam el odáig. Hát most ebben a harmadikban majd eljutok. De nézzétek meg azokat a videókat is természetesen, hiszen azok a videók is már tulajdonképpen fönn vannak a csatornámon, már egy kis ideje. Úgyhogy nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább. És akkor haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. Hát az időjárásra arra igazándiból panaszom nincsen. Kicsit meleg van, ez tény és való a túrázáshoz, de nem olyan vészes ez a meleg, azért mégsem olyan pokoli hőség van, főleg úgy, hogy a nap nem is sütött 100%-osan, mert azért eléggé zavart a napsütés, tehát eléggé úgymond fátyol felhős az ég, ahogy látható ezen a felvételen, tehát ott vannak a fátyol felhők, és ez bizony szűri a napsugarakat rendesen, ami most nem is olyan nagy baj, mert tényleg nem nagy baj, legalább még sincs akkora hőség, mintha 1000 ágra sütne a nap. Most nem olyan nagy baj, hogy csak szűrt napsütés van, főleg úgy, hogy itt sétálok a semmi közepén tulajdonképpen, vagyis itt az erdőben, így nem olyan nagy baj, így legalább elviselhetőbb a meleg. És akkor sétálunk tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen haladok előre felé. Utoljára télen jártam itten, mert télen jártam itt utoljára ezen az útvonalon, mert télen utoljára itt jártam, akkor tél volt még, amikor utoljára pont ugyanezen a útvonalon jártam. Hát akkor még tél volt, és kicsit hűvösebb volt, mint most, jóval hűvösebb volt, de viszont hó nem volt, mert hó akkor sem volt, amikor utoljára itt jártam, még a télen,
Hát most pedig ugye július 27-e van, pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy mikor is készült tulajdonképpen ez az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen. Szépen haladok Hidegkút felé. És a mai napon szerintem el is jutok Hidegkútig, mert szerintem a mai napon simán el fogok odáig jutni, Hidegkútig. És majd onnan majd szépen visszamegyek busszal Veszprém városába, vagy Balatonfüred városába. Attól függ, merre felé kapok majd előbb buszt. Akkor szépen indulok, folytatom tovább a sétámat. Úgy, gyerekek. Hát eléggé egyhangú idáig ez az út, mert tényleg eléggé egyhangú és egysíkú, de a későbbiekben lesz majd egy emelkedő. Konkrétan majd egy hegyet kell majd átmásznom, ahhoz, hogy eljussak Hidegkútig, mert majd egy hegyet át kell másznom, ami eléggé meredek is, mert tényleg eléggé meredek lesz. Az a hegyoldal, amit majd, az a hegyoldal, ahol majd fő fog kapaszkodni, tehát az eléggé meredek lesz majd, de hát az majd nem ebbe a videóban lesz, hanem majd valamelyik következő videóban lesz, hiszen az még kicsit odébb van, az a szakasz, ahol egy eléggé meredek emelkedő lesz majd fölfelé, tehát az a szakasz még az egy kicsit odébb van, de közelítek hozzá határozottan, mert tényleg határozottan közeledek a felé, és akkor szépen haladok tovább ebből a sétával, ahogy látható ezen a felvételen. És ugye még mindig itt vagyok a Zöld Kereszt túraútvonalon, mert még mindig a Zöld Kereszten vagyok, és ez még így is lesz mindaddig, amíg bele nem torkolódik a Zöld Kereszt túraútvonal a Zöld Sáv túraútvonalba. És akkor itt jön egy kis kanyar. Megnézem, hogy hány perce megy ez a videó. 23 perce megy ez a videó. És akkor itt jön egy kis kanyar, ahogy látható ezen a felvételen. És itt van egy kis lejtő is. Tehát itt van egy kis lejtő is. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Szépen ereszkedek lefelé itt a lejtőn. Szépen ereszkedek lefelé. És természetesen még mindig itt vagyok a Zöld Kereszt túraútvonalon. Hiszen még mindig a Zöld Kereszten vagyok. Aminek itt is van a teljesen egyértelmű jelzése, mármint a Zöld Keresztnek. Íme, itt látható a Zöld Kereszt túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, tehát még mindig a Zöld Kereszt túraútvonalon vagyok tulajdonképpen, ahogy látható ezen a felvételen, tehát még mindig a Zöld Kereszten vagyok, és itt van lent egy nagyon szép kis völgy, ezt nézzétek, itt egy nagyon szép kis völgy van itt lent, abba az irányba,
ami így néz ki, nagyon szép kis völgy van itten, meg ott is, illetve ott is. És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Igen, és egy nagyon szép kis völgy ez itten, ezt nézzétek. Nagyon szép kis völgy látható ezen a felvételen. Ugye itt van egy szép kis völgy tulajdonképpen. Tehát nagyon szép. És akkor haladok tovább arra felé, Hidegkút irányába. Tehát Hidegkút felé haladok. Hát mióta elindultam ebből a sétával, azóta egyfolytában Hidegkút irányába haladok. De nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor ott fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok, hogyha az ezt megelőző videókat is megnézitek, és nem csak ezt az egyet, ahogy ezt szoktátok csinálni. És akkor haladok tovább. És akkor egy kis betekintés ebbe a völgybe, ami egész jó, elég mutatós kis völgy. Tehát nagyon jó néz ez itt ki, tehát ez eléggé szép kis völgyecske ez itten. Ott van egy kis domboldal. Én ugye konkrétan ugye abból az irányból jövök. Arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark is konkrétan arra felé van. Tehát ő abban az irányban van. Nosztori autós pihenő, illetve Nosztori kalandpark is. Ugye ez a kis völgy ez arra felé halad lefelé a Koloska-völgy felé, tehát ez a kis völgy ez valójából a Koloska-völgy felé halad, ez a kis völgy hajlat, ami itt látható, tehát arra a Koloska-völgy irányába halad, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és akkor haladok tovább arra felé, Hidegkút irányába, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladok Hidegkút felé. Hisz a mai úti célom az konkrétan Hidegkút. A mai úti célom, hogy Hidegkútig eljussak. Tehát ez a mai úti cél. És akkor szépen haladok előre felé, ahogy látható ezen a felvételen. És ahogy mondottam már ebben a videóban, ugye utoljára télen jártam ugyanitt, mert akkor tél volt, amikor én utoljára itt jártam. Mert télen jártam itt utoljára. Hát azóta eltelt bő fél év, mióta én utoljára itt jártam. Ja. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Közben jöttek szemből kerékpárosok, nem csak én járom az erdőt, úgyhogy ja,
azért ez jó jel, hogy nem csak én járom az erdőt, hanem vannak még rajtam kívül, akik járják az erdőt, ez így tök jó. Jöttek kerékpárosok szemből, ahogy láthattátok a előzőjekben, tehát nem csak én vagyok itt egyedül az erdőben, mondjuk efelől nem is volt kétségem, hogy én egyedül lennék itt az erdőben, efelől egyáltalán nem volt kétségem. Hát láthattátok a imént, hogy két kerékpáros jött velem szemben. Hát lányok és fiúk, ugye nem csak én szeretem az erdőt járni, hanem sokan mások is, ami szerintem tök jó, hogy vagyunk jó páran, akik szeretik járni az erdőt és a természetet, mert vagyunk jó páran szerintem, és ez így tök jó tulajdonképpen. És akkor szépen haladok előrefelé, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen folytatom tovább az én kis sétámat tulajdonképpen, ezen a bizonyos zöldkereszt túraútvonalon, ami nem sokára a véget is fog érni, ez a bizonyos zöldkereszt túraútvonal, mert tényleg nem sokára véget fog érni, hiszen hamarosan bele fogunk torkolódni a zöld sáv túraútvonalba, méghozzá abba a zöld sáv túraútvonalba, ami konkrétan Balatonfüred és Hidegkút között halad. Tehát abba a zöld sáv túraútvonalba fogunk hamarosan beletorkolódni. Mert ez a zöld kereszt túraútvonal konkrétan hamarosan a végéhez fog érni. Mert tényleg a hamarosan a végéhez fog érni ez a zöld kereszt túraútvonal. Mert tényleg pillanatokon belül a végéhez fogok érni ennek a bizonyos zöld kereszt túraútvonalnak. Úgy hallom, valami traktor jön szemből, vagy kaszálógép, halad előttem. De hát itt most új is letérek erről az útról. Igen, kaszálógép jön szemből, fűkasza. Ott mi lehet, hogy lehet látni, hogy ott egy traktor ottan dolgozik. Ott, hogy ott dolgozik egy traktor. Itt pedig ki van bukva, el van döntve a vadászles. Itt ki van bukva a vadászles. Ki van döntve. Nézzétek, itt ki van döntve a vadászles. Ezt így valaki ezt így úgy, hogy van kidöntötte. És ott halad a traktor előttem konkrétan. De ugye én úgyse arra felé folytatom a sétámat, hiszen erről az útról most le fogok térni, mert letérek erről az útról, és elmegyek itt balra, méghozzá mutatom, arra felé fogok elhaladni balra, mert arra felé folytatódik a zöld kereszt túraútvonal, tehát ő abba az irányba folytatódik. Amúgy így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki a közvetlen környezet, íme. Hát íme, így néz ki. És akkor szépen itt elhaladok erre balra, tehát itt szépen el is haladok erre felé, szépen le is kanyarodtam az útról, szépen lekanyarodok itt balra fokozatosan, és akkor egy kis betekintés ide, van egy nagyon szép kis tisztás, ahogy látható ezen a felvételen, tehát tényleg egy nagyon szép kis tisztás van itten, van egy tölgyfa erdősáv itt végig, tölgyfa erdősáv, és így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Én ugye abból az irányból jövök, arra felé van a Nosztori autós pihenő, illetve a Nosztori kalandpark is arra felé van, tehát én onnan jöttem, és így néz ki a közvetlen környezet, íme, íme, kis körültekintés. Ez itt, ez a kis tisztás, ez tök jó néz ki. Tök jó pofa ez a kis tisztás itten. Hát így néz ki a közvetlen környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát így néz ki. Nagyon jó néz ki ez a kis tisztás. És akkor haladok tovább természetesen.
abba az irányba, és itt hamarosan véget is fog érni a zöld keresztúra útvonal, tehát itt fog majd véget érni konkrétan a zöld keresztúra útvonal, mert itt fog véget érni, de ez már egy következő videó témája lesz, mivel ezt a videót itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Én hamarosan folytatom a sétámat arrafelé, mert arrafelé fogom folytatni a én kis sétámat, de ez majd egy következő videó témája lesz, hiszen ennek a videónak itt most vége lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Zöld Keresztúra útvonalról. Sziasztok!